A reggeli személy pedig Pálffy György, filmrendező. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt! Azt néztem, hogy a Mindörökké című film a port.hu-n az van, hogy 2016-os film, az IMDb-n 2021-es filmként jelzik. Mi ez az ellentmondás? Nincs ellentmondás, valahol a bemutatót szokták számítani, és akkor viszont 2022-es film. 2021-ben, azaz novemberben Tallinnban mutattuk be, de 2015-ben kezdtük el forgatni. Jellemző az, hogy ilyen lassan készül egy film? Nem. Hát ez a kimondottan az alacsony költségvetésű, vagy a, igazából úgy kell mondani, hogy a költségvetés nélkül készülő szuperfüggetlen filmeknek a sajátossága. Hogyha nincs pénz, akkor az idő ezen a koordinátorrendszeren nagyon megnő. A magyar filmrendezőknek át kell állniuk erre? Vagy a filmrendezők egy részének arra, hogy nullából készít filmeket? Megvalósítható? Volt már ilyen, tehát nem a tiéd az első? Hát nekem se az első a saját személyes filmrendező múltamban, de hát ez egy nagyon nehéz döntés egy filmrendezőnek, tehát most jelen pillanatban vagy nagyon nehezen sikerül egy másik ligába upgrade-elnie magát, vagy valahogy fölküzdenie magát, mint ahogy a Mudrucokornél, vagy a Nemes Jelest meg tudta csinálni. Vagy pedig az a két választása van, hogy nem csinál filmet, vagy ha filmet csinál, akkor ha ugye itt a független filmekről beszélünk, akkor pedig ilyen szívességkérésekből nagyon, nagyon nehezen, tulajdonképpen pénz nélkül. És akkor van még a másik lehetőség, amikor valaki jóba van a jelenlegi politikai rendszerrel és a Nemzeti Filmintézettől, ami most egy neres pénz kifizető hely, onnan kap pénzt. Amikor a filmrendező nem rendez, akkor mit csinál? Rengeteg sokat dolgozik, és közben néhen hal, igen. De hogy mit dolgozik? Én azt szoktam mondani, hogy munka van bőven, mert ugye az új forgatókönyveket, új ötleteket, új elképzeléseket fejlesztjük, de fizetést nem kapunk érte. Na de akkor miből él? Hát én még a megtakarításaimban. Aha. Meg hála Istennek a feleségemnek van néha egy-egy munkája, ami fizet, és akkor ebből élünk. Ez lidérces. Mert hát el kellett dönteni egy időben, hogy valami másik szakmában pénzt keresni, ahol lehet is, mint például árufeltöltő, vagy valami kamionos, vagy targoncás, de ez is egy döntés volt néhány évvel ezelőtt, hogy nem én erre a filmrendezésre tettem fel az életemet, én ebben találom meg a örömöt és a bánatot, de hogy igazából ehhez értek, ezt tanultam, mindig is erre készültem, tehát én ezt szeretném csinálni, és egészen addig csinálom, amíg ez a spirál a legaljára nem húz. De hogy oké, nem csinálsz nagy filmet, dolgozol a forgatókönyvön, szinopszisokat írsz, megpróbálsz házalni pénzért, megpróbálsz még házalni pénzért, ezt nem fogok kérdezni. Persze, rettentő sok terven fut különböző pályázatokon. Van egy film, amit teljes mértékben megpróbálunk külföldről finanszírozni. Annak most lesz egy döntése márciusban. Reméljük, akkor pozitív lesz, és akkor meg lehet csinálni. Nagyon sok üzleti konstrukción gondolkodom, hogy hogyan lehetne filmet készíteni. Alapvetően most már ilyen, ugye egy átlag magyar film az olyan 300-500 millió forint, ennyiből lehet egy stábot felállítani és filmet készíteni, ezért is van belőle probléma, mert nagyon drága, de én már egy ilyen 100 millió forint alatti költségvetésben gondolkodom csak, tehát én már úgy írok forgatókönyvet, és úgy találom ki az ötleteket, hogy az ebben nagyon nyomott költségvetésben megvalósítható. Tehát egy helyszín plusz lépcsőház és három szereplő. Igen, kevés helyszín, kevés szereplő. Monodráma.
még az is lehet, tehát hogy tud az jól mutatni, és tud, abba is meg tudja találni hát, az ember azokat az elemeket, amiket így szeretne elmesélni a világról, vagy a saját megélt életéről. Igen, éppen a közelmúltban hoztam szóba a Guilty című filmet, azt nyilván te is látod a Netflixen, ami hát egy helyszínen játszódik, egy ilyen telefonközpontosnak tehát egy ilyen, ilyen call centerben, és a Gillian Hala a főszereplője a filmnek. Hát az egy skandináv filmnek a remake-je, ugye? Tehát a skandinávok csinálták meg, az a fesztiválokon óriási sikert aratott, és úgy tudom, hogy Magyarországon is bemutatták azt a filmet. Ez egy nagyon furcsa eset, mert az amerikaiak viszont sztárszínésszel, sztárrendezővel egy jelentős költségvetésből készítették el ezt az egy szobában játszódó filmet. De egyáltalán az nem egy független alacsony költségvetésű film, hanem a rendes. Azt nem tudtam, hogy remake. Az egy remake, és van, sőt, nekem a skandináv verzió... Hát általában jobb szokott lenni. Jobban, tehát eredeti. Közelebb áll valahogy az európai gondolkodásmódhoz. És filmrendezőként reklámfilmeket nem tudsz rendezni, hogy ne kelljen a cipőd mellett járni? Mondom, hát igazából a reklámfilmből származó megtakarításokat éljük most föl. Én nagyon szerettem reklámfilmet készíteni, de az egy, és azt is szerettem, hogy az egy piaci alapú, tehát nincs benne általában politika. Én pont amikor az Úr hangját készítettem, akkor az ember ilyenkor kicsekkol a reklámkészítésből, és azt a rizikot vállalja, hogy utána nem hívják föl, hiszen még néhányszor fölhívják, hogy válasz-e. Uh-huh. Az ember azt mondja, nem, mert most nagy játékfilmet készítek, és arra koncentrálok, és ez így is történt, kiestem a trendből, és nagyon nehezen hívnak föl. Ha politikai reklámfilmet kellene készítened most a kampányra, vállalnád? Azt hiszem, hogy annyira a szélső értékre sodródott a magyar politika, és annyira kétpólusú lett, hogy most már nem lehet csöndbe maradni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy és annyira eltűntek a lehetőségnek, még a lehetősége is ebben a Fidesz-NER együttműködési rendszerben. Annyira kisodrottam a szélére, hogy én tiltó listán vagyok, tehát én nem kaphatok ettől a rendszertől pénzt. Hát, hogy is mondjam, tapasztalat. Tehát a tavalyi évben volt két olyan munka, ami nem, egyébként filmes volt, az egyik a zeneházában van egy 180 fokos kupola mozi, ahova engem fölkértek rendezni, hogy csináljuk ott egy filmet, ami a pont most kellett volna, hogy a premierje legyen, ugye a zeneházban. Sokáig gondolkodtam rajta, 2-3 hétig, de azt gondoltam, hogy ez egy szakmai ügy, tehát a zenéről 180 fokos filmet csinálni, az egy nagyon izgalmas szakmai kihívás. Én már csináltam 360 fokos filmeket, tehát tulajdonképpen szakmai tapasztalatom azon kevés rendezők között vagyok, akinek van ebben, tehát ez a technikai lebonyolítása sem okozott volna túl nagy problémákat, és egyszer csak szóltak, hogy szívesen megrendezik velem a következő filmet, de az elsőt azt semmiképpen sem én csinálhatom. Egyenesen Bán Lászlótól, a Liget projekt vezetőjétől jött ez a ez úgy, az engem azonnal levettek arra a projektről. És abban az évben... Logóorral el... Hát nem, hát onnantól kezdve nincs mit csinálni. Hát, hogyha nem akar a megrendelő velem dolgozni, akkor nincs mit csinálni. És ugyanakkor ebben az évben még volt egy ugyanilyen eset, amiben én így rendezőként szerepet vállaltam volna, lett volna benne állami pénz, és egyszer csak az előkészítés közepén már felejtettek fölhívni. Mivel érdemelted ezt ki szerinted? Mindenképpen azzal, hogy először hogy konfliktusom támadt az Andy Vajnával,
még 2015-ben. A Toldi miatt. A Toldi miatt, és akkor én rögtön úgy kerültem a NER tudatába, hogy én egy ilyen ellenálló vagyok, aki beszél, és nyilatkozik, és ugye ebben a rendszerben a lojalitásnál nincs fontosabb. Nem kell a szakmai hozzáértés, a lojalitás az elsődleges, ezt tudjuk, ez már 12 éve így van, és ezért ők azt gondolták, hogy én nem egy független filmrendező vagyok, hanem nem értek egyet a politikai rendszerre, tehát innentől kezdve én tulajdonképpen engem átsoroltak a másik oldalra. És akkor innentől kezdve egy kicsit ez a parkolópályára helyeztek? Hát innentől kezdve igen, egy ilyen ellehetetlenülés kezdődött. A közelmúltban nagyon sokszor felvetül, vagy előkerül az a kérdés, hogy mi Andy Vajna öröksége. Nagyon sok producer, meg filmrendező szólal meg, akik nem voltak vele jóba, meg nem szerették, de azt gondolják, hogy az ő számára azért fontos volt a tehetség, tehát hogy nem csak a lojalitás. Ez a mihez képest, ugye? Tehát az, ami most van, a K.L. Csaba féle filmintézet, ami tényleg kizárólagosan csak politikai alapon osztja a közpénzt, a baráti körnek, produceri baráti körnek és a Holdudvarnak. Ahhoz képest Andy valóban filmeket akart létrehozni. És csinált is, és sikeres magyar filmeket hordott össze. Igen, igen. Tehát abban a rendszerben még be tudtak csúszni olyan, egyébként, ha megnézzük, nagyon alacsony költségvetésű filmek, amiket abban az öttagú bizottságban résztvevő egy-két ember szívügyének tekintett. Így tudott elkészülni a Enyedi Ildikónak a Testről és Lélekről, meg így tudott elkészülni a Nemes Jelesnek a Saul fia, amelyik mind a két film egyébként a legalacsonyabb támogatást kapta, amit a film alapban lehet kapni az inkubátor projektet kivéve. Tehát erről lehet tudni, hogy ez az Andy radarja alatt készült, beleegyezett abba, hogy tényleg mások is készítsenek filmet. Na most ez mostanra eltűnt, ezért az Andy korszak ilyen aranykorszakká nem esedett. Ja, de ahogy szoktam mondani, addig jó Mikk Kádár él. Igen, és én nem feledkeznék el arról, hogy azért az Andy vezette be a cenzúrát, amit forgatókönyv, fejlesztésnek álcáztak, és addig, miközben azt gondolom, hogy szakmailag nagyon nagy szükség van a forgatókönyv fejlesztésre, de ezt a forgatókönyv fejlesztést abban az időben arra is használták, hogy kigyomlálják a filmekből azokat az aktuál politikai, de főleg szociális tartalmakat, amik mondjuk a ország közállapotáról őszintén akart volna beszélni, vagy érvényeset akart volna mondani. Évekig eltartott egy ilyen forgatókönyvfejlesztés, parkolópályának lehet... Azt mondod, már bocsánat, ha jól értem, hogy nagyjából ugyanaz volt, mint a 60-as, 70-es, 80-as évben, hogy Magyarországon nincsenek szegények, és nincsen szegénység, és éppen ezért se filmekbe, se dokumentumfilmekbe, se szociográfiák, ezeket ne nagyon mutassuk be, vagy ne kerüljen elő? Hát tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor Andy ki is szervezte a dokumentumfilmeket és a dokumentumfilm támogatást, és mondta, hogy a dokumentumfilm az tulajdonképpen politika, tehát azóta nagyon-nagyon sok fontos dokumentumfilm nem készült el, aminek a saját társadalmunkról, vagy a saját életeinkről kellett volna, hogy szóljanak. És mondom, a filmeknek a témaválasztásában is beleszólt a bizottság abba, hogy mely filmek támogatandók. Az volt a legjobb, hogyha ezeket a kényes kérdéseket nem érintették. Milyen érzékeny területeket érzékelsz a magyar társadalomban, amit azért nem ártana dokumentálni, vagy leforgatni, vagy megörökíteni? Ez nagyon-nagyon érdekes, mert egyszer én még réges-régen, amikor az első filmet készítettem, a Huklét,
akkor pestiként lementem egy kis vidéki faluba, és ott forgattam hát egy évet, másfél évet ilyen dokumentum, és amikor megmutattam a ismerőseimnek itthon, akkor azt mondták, hogy ezt nem hiszik el, hogy ez van. Pedig ezzel nem kellett sehova menni, csak 100 kilométerre egy nem is szegény faluba, hanem egy normális községbe, és hát nagyon-nagyon izgalmas dolgok. Ez a fajta valóság egyelőre nem nagyon tud beáramlani, vagy ez nem lett szerintem leelemezve. Pedig minden eszköz megvan rá, mert egy mobiltelefonnal le lehet akármikor a filmet forgatni, föl lehet rakni az internetre, aztán meg lehet nézni. Hát lehet, és ez valószínűleg ez így készül is, de ez megint akkor ott vagyunk, hogy ezt ki finanszírozza, és milyen pénzből, és kinek van erre ideje. Tehát, hogy mi alkotók igazából alkotni szeretnénk, nem pedig olyan dolgokat csinálni, aminek egyáltalán nem lesz kifutása, nem lesz forgalmazása, és sehogyan sem tud eljutni a közönséghez. Tehát nagyon nagy erő és nagyon nagy elszántság kell ahhoz, hogy valaki beláthatatlan finanszírozással ilyen filmekre szánja az idejét. Meglehetősen szomorú. Ugye Tallinnban mutattátok be a Mindörökkét, ahol díjat is nyert. Mit kell tudni a Mindörökkéről? Hát a Mindörökké az Tar Sándor egyik novellájából készült, ez egy főiskolai adaptációs gyakorlat volt az alapja. Már akkor azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet novellákból ugye filmet készíteni, és olyan novellákat kerestünk, amiket meg lehet valósítani. Tehát már ott megjelent ez az egy helyszín kevés szereplős kontroll, ami alapján novellát kellett választani, és én nagyon szerettem Tar Sándornak a Mi utcánk, meg a Térkép szélén novellás kötetét, és engem nagyon megérintett, és abból kiválasztottam ezt az El valahova című novellát. Abban az időben ez úgy ment a jogdíj kérés, hogy föl kellett hívni az írót, és el kellett tőle kérni, hogy szeretnék egy főiskolás filmet készíteni. Úgyhogy én még abban szerencsében voltam részes, hogy a Tar Sándorral tudtam róla beszélgetni, ő kérdezte, hogy miért pont ez, és azt az áldását adta, hogy csináljuk. De akkoriban ez meghaladta a főiskolás, vagy az egyetemi kereteket, úgyhogy én ezt félre is raktam, és egy sokkal egyszerűbb, sokkal kisebb filmet készítettem, és amikor abban a helyzetben jutottunk, hogy 2015-ben végleg nemet mondtak a Toldi című filmre, és nem tudtam elkészíteni, akkor felhívtam a gyártásvezető barátomat, Galambos Zoltánt, hogy egyszerűen megörülök, ha nem filmezek. Tehát, hogy az elmúlt években előkészítettem, és nem lett belőle semmi, és tényleg egyszerűen pszichológiailag kell egy film. Igen, és... de szerintem Sopsics is felreállt, amikor ugye kiderült, hogy mégsem csinálhatja meg azt a filmjét, amit évek óta tervezett. Ugye lehetett erről tudni. És ez tényleg többen vagyunk, tehát ez nem egy egyéni a történet az enyém, inkább és a kilábalás módja sem egyéni, hiszen rengetegen, vagy ha nem is rengetegen, de például Hajdu Szabi is csinál nagyon alacsony költségvetésű filmeket, csak nagyon-nagyon nehéz vele eljutni egészen a bemutatóig. És nekünk most az öröm adatot, hogy novemberben Tallinnban, most február 22-én pedig a Budapesten, és utána egy-két nagyobb városmoziába, ahol erre még van érdeklődő közönség, ott le tudjuk vetíteni a filmet, és utána föl tudjuk rakni egy streaming oldalra, és akkor eljutottuk, révbe ért a film. Úgyhogy visszatérve a forgatásra, 2015 nyarán azt mondta Galambos Zoli, hogy neki van egy hónapja valahol nyáron, hogyha hozok egy ötletet, meg szereplőket, akkor forgassuk le. Aha. És akkor ez végülis 4 szereplőt kellett találnom, meg egy helyszínt, és akkor elővettem újra a Tar Sándor novellát, hogy az engem még mindig érdekel, és ebből milyen izgalmas dolgot lehet csinálni.
És akkor még ez tartott 5 évig. Hát nem, mert azon a nyáron mi leforgattuk, tehát egy nagy változást csináltunk, ugye a Tar Sándornak a novellája egy ilyen nagyon mély szegénységben élő utca története, és abból is ez egy kiválasztott családnak, a Bérességnek a története, ahova Ocsanás betoppan. Ezt mi egy disztópikus háborús környezetbe helyeztük, hogy még érthetőbb legyen ez a mély szegénység, tehát ne csupán egy szociális probléma legyen, hanem beemeltük ebbe a politikai történeti problémát, és nagyon sokat merítettünk az ukrán helyzetből. A történetnek az egyik alapmotívumát a holland gép lelövése Ukrajna fölött jelenti. Tehát itt is azzal kezdődik a film, hogy egy utasszállító gép bezuhan emeli a falu mellé, és a falusiak, akik már egy ilyen hátországi létezésben áram és pénz nélkül, tehát ilyen cseregazdaságban létezve rárabolnak erre az utasszállító gépre, ahol van cigaretta, van ital, van kaja, és azokat a bőröndöket is ki lehet nyitogatni, amelyek a földre hullottak. Tehát nagy gazdagság esik rá erre a vidékre, és ebben elindul a vidékiek között egy ilyen cserekereskedelem. De hát már a kellék büdzséje az sok milliós kellett, hogy legyen. Igen, de mégis nagyon ügyesen, gondolom erre is kapta Nyitra Janna a díjat, a production design. Rengeteg homokzsákot töltöttünk meg a helyi vállalkozókkal, a roncstelepről targoncával odaszállítottunk néhány ilyen roncsautót, és így szétszortuk az úton. Utólag VFX-el, azaz módosított komputeranimációval még jobban szétroncsoltuk a tetőket, hogy ez a CGI, igen, ami még jobb háború, vagy még háborúsabb környezetet mutat, és minden szereplőnek adtunk egy fegyvert a vállára, hogy azzal sétáljon, és Nyitra Janna talált egy olyan céget, ahol repülőgépeket bontanak el, és ők támogattak minket, hogyha egy teherautóval elszállítjuk azt a cuccot, még meg is köszönik, hogy nem náluk keletkezik ez a szemét, és akkor azt szétszórtuk az erdőbe, és megpróbáltunk vele nagyon szűkeket filmezni, hogy mégis hiteles legyen ez a géppusztulás. Tar Sándornak tetszene? Szerintem igen. Nagyon változtattunk sokat, de szerintem megmaradt az élmény. Tehát ha valaki hozzáolvassa a novellát, akkor ráismer a filmre. Visszatérve egy kicsit a Toldira, mert ugye akkor mindenki arról beszélt, hogy hát hihetetlen költségvetésű film volt ez, ugye akkor mennyi, 10 évvel ezelőtt volt? Nem, 5 évvel ezelőtt volt. Mikor volt a Toldi történet? Hát 2015-ben mondták azt, hogy nem, tehát 2012 környékén volt volna az első döntés. És akkor olyan 2 milliárdos, 2,5 milliárdos költségvetésű film volt. Az mai mértékben, vagy mai áron számolva, az majdnem annyi, mint a Petőfi film, amire most készül Rákai Filip? Hát szerintem a sok-sok bérmunka, ami hála Istennek a szakmának túlélést, nem csak túlélést, hanem nagyon jól prosperáló üzletet generált itt Magyarországon, és az egyébként Andy Vajna érdeme, hogy ezt be tudta indítani, és amerikai filmeseket ide tudott hívni, de hát ettől beállt egy drágulás, meg még hogyha az inflációt is hozzáveszünk, akkor nagyjából igen, egy ilyen duplája lehet most már a költségvetése, ennyibe kerül ugyanaz a film, és akkor ez körülbelül annyi. De 4,5 milliárd, amiről tudjuk, hogy 6,5 milliárd, hát abból, hát hogy mondjam, az előbb azt mondtad, hogy egy normál játékfilmet 300-500 millióból le lehet forgatni. Igen. Akkor, ahogy a régi kabaréban mondták, hogy mi az Isten kerül ebben 4,5 milliárdba, vagy 6,5 milliárdba? Mert ez a 3-500 millió forint, ami most az átlagos költségvetés jelenti, ebben még csak mai ruhák vannak, utcán forgat,
láttunk, nincs benne robbantás, nincs benne semmi extra. Ez az, amiben ez a film forgatással, utómunkával, színészekkel, nagyon egyszerű kosztümmel kerül. És akkor egy történelmi filmnél ez a pénz egyszerűen megszorzódik azzal, hogy mindenkinek ruhát kell készíteni, vagy magyar, vagy külföldi ruharaktárakból kosztümöket kell keríteni, lovakat kell beállítani, lovaskocsikat kell, utcákat kell lezárni, el kell takarni a mostani lámpákat, és új lámpákat kell, vagy pedig föl kell építeni egy teljes díszletet, vagy pedig rengeteget kell forgatni stúdióban, ami önmagában hihetetlen milliókról kezdődik, a napi bérlése egy stúdiónak. Tehát a kosztüm, az idő attól, hogy ez visszamegy az időbe, és egy 150 évvel ezelőtti mindent meg kell építeni, csinálni és venni, egyszerűen ezek lesznek a költségek. Nálunk a Toldinál is a ruha, a páncélzat, a kard, ugye az volt akkor, hogy kardból kell három, mert kell egy, amelyik jól néz ki, kell egy, amivel lehet vívni, és nem sérül meg a másik, és kellett egy, amivel föl lehet szállni lóra, mert hogyha esetleg leesik a kaszkadőr, vagy a színész, akkor az egy ilyen puha anyag legyen, de úgy nézzen ki, mint egy kard, és rögtön mindenből hármat kellett készíteni, nem beszélve arról, hogy már egy is nagyon drága. Magyarul azt mondod, hogy igen, egy film ennyibe kerül tehát. Egy film ennyibe kerül, az a kérdés, hogy mi a célja egy filmgyártásnak. Mi a Toldiba azért mertünk belekezdeni, mert nagyon erősen éreztük azt, hogy van igény a történelmi filmre, és van igény arra, hogy olyan jellegű filmek készüljenek, amire a mai napig büszkék a magyar emberek, mint az egri csillagok. És akkor azt gondoltuk, hogy igen, úgy tűnik, hogy erre most van igény, és úgy tűnik, hogy és egyébként mi még ezt Andy előtt elkezdtük fejleszteni, tehát ez az érzés már, mi még a régi Magyar Mozgókép Közalapítványnál is már nyertünk előkészítési pénzt a Toldira, tehát mi elkészítettük már akkor a forgatókönyvet, mert éreztük, hogy erre most nagy igény van, és esetleg ez megfinanszírozható, és ez így is volt, amikor jött az Andy féle rendszer, akkor óriási igény volt arra, hogy ilyen filmek készüljenek, most akarják pont ezt a hiányt egy 10 évvel később bepótolni az ilyen Petőfi filmekkel. Az Elkurtuk történelmi film? De, hát, hogy egy pár évvel ezelőtti történelmi eseményt idéz fel, akkor mondjuk azt, hogy igen. Igen. De nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit lehet Petőfiből csinálni, tehát így a barátaimmal így elgondolkoztunk rajta, hogy most Barguzinba kell elmenni, vagy hol kell elkezdeni az egészet, hogy mit tudom én, Kiskörösről Dömösödre éppen megy lovaskocsival Petőfi, vagy mi történik, de aztán mint kiderült, ez március 15-ét fogja bemutatni ez a film, március 15-én Petőfi szereplését föl kell az ágyból, Szendrei Júlia mellől, aztán történik, ami történik. Én nem sokat tudok erről a filmről. Ezek nem nyilvánosak, tehát... Hát egy forgatókönyv az, hogy mondjam, gyártási titok, az csak a résztvevők ismerhetik meg. És de nincs egy olyan szinopszis, vagy valami, amit azért ki kell rakni adott esetben egy... Tehát amikor látunk egy Excel táblát, ahol az van, hogy jó napot kívánok, Petőfi, 4,5 milliárd, akkor nem kell mellé valamit tenni? De szerintem azt a Nemzeti Filmintézetnek valahogyan meg kell indokolnia, hogy miért, és miért támogat egy ilyen filmet, és mi az a film, de egy filmnek a szinopszisa, fényképek a filmből, az általában a forgalmazás megkezdésekor szoktak kikerülni. Addig ez egy belső tulajdonképpen egy gyártási terv, amit elméletileg csak szakembereknek kéne olvasni, hiszen irodalomként sem tekinthető, hanem tényleg olyan, mint egy szabás minta, és majd, hogyha elkészül a ruha, akkor elkezdik nyilvánosságra hozni. Van-e esély arra, vagy látod esélyt, hogy bármi filmfinanszírozás ügyében megváltozzon? Csak április 3-ában lehet bízni? Igen, csak politikai változásban lehet bízni. Tehát ugye nálunk
Nálunk a filmeseknél azért nagyon nagy gond, mert üzletileg Magyarországon nem éri meg filmet készíteni, mert egyszerűen nincsen annyi néző, nincsen annyi magyar ember, aki el tudna tartani egy ekkora költségvetésű, már az átlagos magyar 300-500 millió forint sem tud visszajönni. Nemzetközi viszonylatban meg azért nagyon nehéz, mert iszonyatosan átalakult a piac, most már csak tulajdonképpen a Netflixnek vagy az HBO-nak lehet eladni a filmeket. Ők meg nem fizetnek annyit, amennyibe egy gyártás kerül. Márpedig mi nagyon régóta kopogtattunk ezeknél a nagy streaming szolgáltatóknál, hogy gyártsanak magyar filmet, de egyelőre azt mondják, hogy gazdaságilag, mivel kevés ember nézi és fizet elő az ország nagysága miatt a Netflixre, ezért nekik ez nem egy gazdaságos terület. Na de hát a világ számos pontján mutatják be, tehát a Netflix, ez teli van Netflix gyártású Törökországban, Spanyolországban, Portugáliában, Dél-Amerikában készített filmekkel, amit aztán az egész világ megnézte. Hát ez, hogy is mondjam? Hát igen, spanyol ajkú, portugál ajkú, ott van akkor az egész Brazíliát. Én úgy bele tudok futni a Netflixen egy sorozatba, hogy csak a végén derül ki, hogy mit tudom én, az törökök gyártották. Hát Törökországban van gyártás, Spanyolországban van gyártás, Dél-Amerikában nagyon-nagyon nagy gyártás van. Ezek a kis kelet-európai országok, ezek nem érdekesek a Netflix számára. De furcsa. Mi próbálkoztunk. Aha. Tehát, hogy próbálkoztunk, mondták, hogy egyszerűen nem nyitják meg a büdzsét, és nem akarnak Netflix originál magyar filmeket készíteni. Persze ez lehet, hogy már ezután a riport után holnap megváltozik, jelen pillanatban viszont még ez a helyzet. Kovács Gábor producer arról beszélt a közelmúltban egy interjúban, amikor arra kérdezte, tehát így, hogy mondtad, hogy nincs néző Magyarországon mozikra, hogy vajon miért van, hogy Csehország, ami ugyanakkora, mint Magyarország, ugyanannyi emberrel, ugyanannyi mozival, ott sokszoros a mozinézők száma, mint Magyarország. Magyarországon az emberek mi nem néznek magyar filmeket szerinted? Hát ez egy nagyon nagy rejtély. Valamint a csehek nagyon jól csináltak, tehát nagyon jó időben léptek, és egy időben nagyon-nagyon jó cseh filmek voltak, és volt olyan pillanat, amikor a legnézettebb film, az amerikai minden filmet együtt is egy cseh film volt. És szerintem még Magyarországon is mutatkozott volna erre igény, de minden ott kezdődik, hogy minden ott a finanszírozás kezdődik, és a döntéshozóknál, akik a közpénzeket elosztják, hogy kinek adnak lehetőséget, és milyen lehetőséget adnak. Szerintem a csehek jókor lépték meg ezeket a dolgokat, és a nagyon jó rendezőket termeltek ki, sok-sok lehetőséget adva nekik, hogy filmet készítsenek. Magyarországon ez mindig botladozott, tehát a Magyar Mozgókép Közalapítványnak az alapítványi alapú rendszere az annyira kontraszelektív volt, hogy egyszerűen nem tudott rendesen pénz és lehetőség áramlani a szakmába és a filmkészítésbe, és utána Andy Vajna is nagyon korlátozottan adott pénzt, nagyon korlátozott filmekre. Tehát ő például le is csökkentette a filmek számát ilyen 6-8-ra per év. Igen. És azt gondolom, hogy ott nagyon sok film el tudott volna készülni nagyon alacsony költségvetésből, ha lett volna rá nyitottság, és nem véletlenül bizonyos számú filmre muszáj, szükség van ahhoz, ugye van az a vicc, amikor a Sztálin megkérdezi, hogy nem lehet csak azt az egy jó filmet leforgatni. Nem, sok film kell ahhoz, hogy abból egy ki tudjon emelkedni. És valószínűleg az is különbség, hogy a cseh embereknek más a viszonya a kultúrához. Tehát, hogy egyszerűen szükségük van helyi kultúra fogyasztására, és erre hajlandóak valószínűleg áldozni is. De fura. Nemzetkarakterológia? Szerintem ezt nem lehet kihagyni ebből a számításból. Egyébként jut eszembe, hogy a Netflixen azért van lengyel gyártású sorozat. De a lengyelek is 40 vagy 50 millióan vannak. Ott van Netflix gyártás. A 10 milliós Magyarországon nincsen, vagy Szlovákiában. Tehát, hogy ezeket a Szerbiában, meg Szlovéniában. Tehát ezeket a kicsi, főleg az, hogy Magyarország nyelvében nagyon független, tehát
tehát tényleg ezt a nyelv, ezen a nyelven csak ennyi nézőt lehet megfinanszírozni. Innentől kezdve érthetetlen a döntése a Netflixnek, de gazdasági vagy gyarmatosítási szempontból ez tényleg egy jelentéktelen terjesztési terület. Lehetne egyébként, vagy van olyan forgatókönyv, sorozat forgatókönyv, ami nagyot szólna mondjuk egész világon és Magyarországról jönne? Hát biztos van. Jó. Nekem van néhány ötletem, de, hát egy, de pont azt akar magyarázni valakinek, hogy egy sorozathoz még nagyobb biztonság kell, mint egy játékfilmhez. Tehát jelen pillanatban én például azért csinálok csak játékfilmeket, mert azt a másfél órát még át tudom látni, és úgy tudom átlátni, hogy gazdaságilag és finanszírozásilag. És azt tudom, hogy azért egy 20 napig egybe tudok tartani egy stábot, még hogyha csak jó kávén és szendvicseken és szívességből, de egy sorozathoz nagyon nagy háttérbiztonság kell. Egy jó nagy pénzrablás, vagy egy Narcos. Hát ahhoz az kell, hogy egy 5-10 tagú forgatókönyvíró csapat 3 évig biztonsággal dolgozhasson azon a sorozatbiblián. Tehát, hogy kitalálják legalább az első 12 részt, ami akárhogy nézzük, az majdnem 7 nagy játékfilmnyi időtartam, hogy azok a szereplők hogyan mennek előre, hátra, mikor történnek fordulatok, és ez egy nagyon alapos, gondos munka, amiben egy kisebb játékfilmnyi összeget kell már a forgatókönyv írás, vagy a sorozatbiblia megalkotásánál beleönteni a produkcióba. És ez nagyfokú anyagi és szakmai biztonsággal kell, hogy együtt járjon. Megváltozott volna a helyzet, vagy mi lett volna a magyar film helyzete, persze, ha van gondolkodni, mindig hülyeség, de ha nem hozza be a nemzetközi gyártást Magyarországra, a nemzetközi produkciókat gyártani Magyarországra, Andy Vajna, akkor meghalt volna a magyar film, vagy jobban tudott volna működni? Hát erre azért nehéz, mert a bérgyártás, ami itt nagyon sikeres és itt zajlik, tehát a Dűne, a Terminátor 5, meg ezek a hatalmas nagy amerikai filmek, amikhez most már fölnőtt a kiszolgáló személyzet, és nagyon-nagyon jól működik, és rettentő sok stúdió kinőtt a földből, ami el tudja látni a világ legnagyobb filmes iparának a kiszolgálását. Ez megáll az alkotók alatt, tehát hogy tulajdonképpen pont a rendezőkre, operatőrökre, díszlettervezőkre jelmezte, tervezőkre nincs szükség. Tehát nekünk, akik létrehozzuk a filmet, és szellemi kapacitást, vagy szellemi hozzáadott értéket képviselünk, mi ebből a bérmunkából teljesen kimaradunk. Amit tudunk élvezni, hogy a kamerarentál, meg a lámparek kölcsönző cégek, meg az utómunka cégek néha lelkiismeretfurdalásból, vagy jó fejségből, vagy azért, mert megengedhetik maguknak, szoktak minket támogatni, és tulajdonképpen ezekből a támogatásokból tudunk mi független filmeket létrehozni, hogy kapunk kamerát ingyen, hogy kapunk lámpát nagyon olcsón, van, hogy ingyen, és csak a világosítót kell kifizetnünk. Tehát mi ezekből a bérmunka gazdagságából, leeső morzsákból tudunk csipegetni, de ahogy mondjam, ennél azért egy jobb finanszírozási rendszer sokkal többet segítene. Az is sokkal többet segítene, hogyha valahogy ezt a bérmunkából befolyó hihetetlen pénzt ezt vissza tudnák forgatni magyar filmgyártásra, és ez nem politikai döntések alapján lenne szétosztva, hanem rátermettség, tehetség, vagy csak abból a szempontból, pontrendszerből, hogy tényleg csináljunk jó magyar filmeket, hát ha elérjük azt a nézettségi szintet, mint amit a csehek el tudtak érni. Elégedett a szakma?
Ez milyen kérdés? Hát aki kap pénzt, elégedett, aki nem kap pénzt, nem elégedett, és aki kap, nem is a pénzről van itt egyébként szó, hanem a lehetőségről. Az, és most nagyon-nagyon sokunkat kiszorítottak. Az átláthatatlanság szerintem a leginkább zavaró, tehát, hogy á pillanatban még megszavaztak, meg jóvá hagytak filmek gyártását és előkészítését, és aztán fél évvel később meg aztán teljesen más lát a film támogatásban. Nincs átláthatatlanság, egy személyi döntés van. Ez pedig kénye kedve. Vagy pedig olyan háttérüzleti megállapodások, vagy olyan háttérpolitikai megállapodások, amiket nem tudja még az se, aki meghozza ezeket a döntéseket. Egyik nap rászólnak, döntenie kell, másik nap máshogy dönt, kialakul valami rendszer, kinek kell szívességet tenni, és akkor úgy dönt. Ez egy embernek a kénye kedve. Mi lesz a következő filmed? Lesz következő filmed? Hát amelyiket meg tudom finanszírozni. Hát csak lesz következő film. Mondom, ez a külföldi finanszírozásban ebben nagyon reménykedem. Meg abba esetleg, hogy találunk. Én nagyon reménykedek, hogy találok egy mecénást, vagy egy külföldi producert, aki lát lehetőséget ezekben a nagyon-nagyon-nagyon alacsony költségvetésű filmekbe. Tehát ha én belegondolok, hogy én létre tudok hozni filmet ilyen 60-100 millió forintból, ennyibe egy festmény is kerül. Tehát, hogyha találnánk egy mecénást, aki ezt hajlandó élő alkotásba belefektetni, akkor lenne boldogság és munka. Igen, de nem lehet, hogy ez, bocsánat, nagyon rövid lesz a kérdés, vagy hosszabb lesz a kérdés, mint amennyire a válasz lehet, mert hogy kifutunk a műsoridőből, de nem lehet mindig szendvicsen meg üdítőn tartani a stábot. Nem, sajnos pont ezt még az elején el akartam mondani, hogy azért ez óriási megterhelés a stábtagoknak is, és ezeknek a még a rendtárt cégeknek is, vagy ugye olyan technikai berendezések használunk ingyen, ami egyszerűen fenntarthatatlan, hogyha már nálam még jelentkezik valaki, mint én, hogy így szeretné a filmjét megcsinálni. Ez tulajdonképpen ez tarthatatlan. Jó, hát reménykedjünk abban, hogy egyszer megváltozik a magyar film finanszírozás rendszere, de hát az sok dolog függvénye. Azt gondolom, hogy pont április 3-ái. Pálffy György filmrendezőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Amindörökkére kíváncsi vagyok, majd megnézem, és hát drukkolok, hogy találj valakit, aki finanszírozza a pénzt. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. Nos, akkor már nincs más hátra, mint hogy előhalásszam a forgatókönyvemet.